Szép napot, Szatmárin úr vagyok. A mindennapos tarúüzeneteket követően elérkezett a hétvégi tarúüzenetünk, ami ugye két napra szól, október 5-ére és 6-ára. Az egész hetünket tekintve ugye a hétfőtől csütörtökig tartó időszakot kifejezetten jónak láttuk a napi tarúüzenetekben. A pénteki napra láttuk azt, hogy ez egy kicsit bonyolult, kicsit leterhelő, valamilyen jogi, hivatalos ügyünk lehet, amit majd nyilván a sors megmutat, de most nézzük meg a hétvégi tarúüzenetet, remélve azt, hogy a pénteki pici bonyodalmat, pici fennakadást valamilyen formában majd kárpótolja ez a hétvége nekünk. Mindemellett ne felejtsétek, hogy november 15-16-án taró tanfolyammal várlak titeket. Ez a második lesz ősszel. Nem szoktam kettőt tartani, de az első extra gyorsan teltházas lett. Na nézzük, hogy milyen három lap érkezik alaptendencia erre a október 5-6-ai hétvégére. Diadal, erő és uralkodó nő. Alapvetően ez egy nagyon, nagyon izgalmas lapsor, ugyanis maximálisan az az élményem van, hogy uraljátok a gondolataitokat, uraljátok az életeteket, mert amit uraltok, az a tiétek, és abba mások beleszólása nincsen. Szerintem egy diadal erő uralkodó nő kombinációval maximálisan az erőnk tejében leszünk ezen a két napon. Energikusak leszünk, azok leszünk, akik tényleg fizikai valójában vagyunk azokkal a gondolatokkal, ami hozzánk kapcsolódik, és érdemes egyébként adott esetben nagy dolgokat tervezni, nagy dolgokat megvalósítani, nagyon érdekes élethelyzetek jöhetnek, és érdemes lesz megmutatni azt, hogy legyőzhetetlenek vagyunk, minket nem lehet csak úgy eltiporni, minket nem lehet csak úgy megkérdőjelezni, és nekünk egy feladatunk van ezen a hétvégén, nagy feladatunk, mutassuk meg azt, hogy a terveink azok a mieink, a terveink megvalósításától nem vagyunk hajlandóak elállni, mindent meg fogunk csinálni, amit meg akarunk csinálni, mutassuk meg azt, hogy egyébként nyilván a diadallappal azért van bennünk kockázatvállalási hajlandóság, és mutassuk meg azt is, hogy képesek vagyunk áldozatot hozni, ha valamilyen célt el akarunk érni. És itt ugye az erőlapjában azért benne van az a lehetőség, hogy egy kicsit nagyobb áldozatra van szükség, kicsit nagyobb önfeláldozásra van szükség egy adott cél érdekében, de megéri a fáradozást. Mutassuk meg azt, főleg itt az uralkodónő lapjával, hogy felelősséget vállalunk a tetteinkért. Mutassuk meg azt, hogy nem csak a tetteinkért, hanem a gondolatainkért, vagy az esetlegesen kialakuló hibáinkért is képesek vagyunk felelősséget vállalni. Mert hogy ennél nagyobb bátorság szerintem nincs a Földön, mint hogy beismerjük azt, ha adott esetben hibáztunk, és büszkék vagyunk arra, hogyha nem, és nagyon jó dolgot hajtottunk végre. Na nézzük a maradék három lapot, hogy itt a hétvégénket még hogyan tudja formálni itt a kísértés, a világ és a sorskerék lap. A magam részéről azt mondom, hogy ugye azzal fejeztem be az előző gondolatsoromat, hogy vállaljunk felelősséget mindenért. És nézzétek meg, hogy itt van a kísértés, ugyanis azon nyomban orba fog verni minket a sors a szószoros értelmében, ha nem vállalunk felelősséget. De nézzétek meg, ha mindenért felelősséget vállalunk, amit tettünk, amit gondolunk, amint kimondtunk, ahogyan kimondtunk valamit, akinek kimondtuk, akkor a világ és a sorskerék lapjával maximálisan meghálálja a sors azt, hogy bátrak voltunk, hogy okosak voltunk, hogy logikusan gondolkodtunk, és tulajdonképpen ezzel a három lappal a rendíthetetlenségünk is megjelenik ebben a történetben. Szerintem ezzel a hat lappal kifejezetten jó, adott esetben komoly eredményeket érhetünk el, és meg kell határozni azt legvégső soron, hogy mire vágyunk ezen a hétvégén. Mert ha tudjuk azt, hogy mire vágyunk, akkor álhatatossá tudunk válni, és meg tudjuk valósítani, viszont nem tudjuk, akkor megette a fene az egészet. De higgyétek el, hogy ezzel a hat lappal pontosan az a fajta életélmény mutatkozik meg, hogy nem tudunk igazából komoly hibát véteni, nem tudunk letérni a becsület, vagy éppen a tisztesség útjáról, nem térünk le a céljaink útjáról. És akkor feltettem azt a kérdést, hogy ha te ezen a hétvégén ahogy nem terveztél semmit, de ráérsz, és van időd önmagaddal foglalkozni, a körülményeiddel foglalkozni, akkor elképesztően és szépen megmutatkozik az a fajta életélmény, hogy minden rendben van, minden tökéletes, minden úgy jó, ahogy van, és pontosan oda tudsz eljutni, ahova tartasz.
nem tudok ennél többet mondani, nem is kell, mert az már felesleges folyamat lenne. Legyen nagyon szép hétvégétek, és éljétek meg ezt a 6 lapot pontosan annak, amit mutat, sikernek és eredménynek.